Sziasztok! Itt vagyunk megint az autóvizsgálattal és természetesen Varga Tibivel. Sziasztok! És Tibi, azt szeretném megkérdezni, hogy mi ez a nagy AdBlue őrület most? Hű, ez egy szokásos hisztéria valamiért. Az emberiségnek mindig szüksége van minden pár hónapban valamilyen hisztériára vagy őrületre. Most éppen ez az AdBlue van. Az van, hogy mindenki pánikszerűen vásárolja, ugyanis több AdBlue gyár leállt Európában, hiány keletkezett. A hiány valójában, főleg Magyarországon viszont nem azért van, mert hogy nincs elegendő AdBlue, hanem azért, mert mindenki őrült módon vásárolja. De kezdjük ott, hogy mi is ez az AdBlue valójában. Az AdBlue-ra azért van szüksége a modern dízel autóknak, hogy tudják teljesíteni a környezetvédelmi előírásokat. Ez egy olyan adalékanyag, ami egyébként 32,5% ipari karbamidból és gyakorlatilag vízből, desztillált víz keverékéből áll. Ezt az anyagot fecskendezi be az autó egy tartályból egy befecskendező rendszeren keresztül az SCR katalizátorba, és így a káros nitrogénoxidokat nitrogénné és végül is vízgőzzé alakítja az AdBlue, ami egyébként befecskendezve ammóniává válik. Ezeket az adalékanyagokat, tehát az AdBlue-t a Scannában lehet vásárolni, illetve tankolni lehet megfelelő benzinkutakon, viszont a MOL korlátozta a vásárlást, itt tranzakciónként egy kannát lehet jelenleg vásárolni, illetve a maximális tankolható mennyiség az 50 liter. Ez sajnos azért van szükség, még egyszer elmondom, mert az emberek megint őrült módon nekiálltak vásárolni, és ebből ugye bizniszt is csinálnak, egyre drágábban, itt a közösségi hálón látjuk, hogy egyre drágábban próbálják adni a különböző AdBlue-t, amit már csak azért is marhaság nagy mennyiségben tárolni, mert szavatossági ideje van, körülbelül másfél-két év alatt tönkre megy tárolás során is, ezért nem fogjuk tudni évek múlva felhasználni ezt a mennyiséget. Én nem gondolom azt egyébként, hogy különösebben hosszú távon ebből az anyagból hiány lenne, meg fogják ezt oldani a gyártók rövid időn belül, hogy az ellátás zavartalan legyen ismét. Ennek az anyagnak milyen hatása van a motor működésére, vagy miért kell a motorhoz ez? Hát az az érdekes, hogy egyébként a motornak semmi szüksége nincs erre a rendszerre. Itt a környezetvédelmi előírások miatt van szükség rá. Nem is az égéstérbe kerül be ez az anyag, hanem a kipufogó, tehát az égéstér utáni a kipufogó gázba van vegyítve, úgyhogy magának a motornak műszakilag nincs erre szüksége. Itt érnék ki arra is, hogy csúnya gonosz emberek azért tudják hatástalanítani ezt a rendszert az autóba. Ez több szempontból is aggályos, egyrészt törvénytelen, másrészt a környezetünket is óvjuk, hogyha használjuk ezt a rendszert. Úgyhogy ezért nem ajánlom senkinek, hogy utólag belepiszkáljon vagy belepiszkáltasson a gyári rendszerbe, mert hogyha kiderül, akkor akár az autót ki is vonhatják a forgalomból. Mi van akkor, hogyha mégis elfogy az autóból ez az AdBlue? Hát ha elfogy, akkor gáz van, pontosabban nincs gáz, mert egy idő után akár le is állhat az autó, vagy berakhatja magát egy vészüzemmódban. Egy vészüzemmódban úgy is hívják, hogy limp mód. Ilyenkor egy csökkentett menet teljesítményen tud az autó egy darabig még tovább haladni. Mennyi ilyen AdBlue-t fogyaszt az autó? Hát ez nagyon típus függő, egy átlagos autó körülbelül 1 liter AdBlue egy ilyen 1000-1500 kilométerre elég. Nyilván egy nagyobb méretű autónál ez a fogyasztás egy kicsit magasabb. Tehát az azt jelenti, hogy ha veszünk egy 10 literes kannával, azzal egy 10-15 ezer kilométerre elegendő mennyiséget tudunk magunkhoz venni. Úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy ne rohanjon a benzinkutakra, illetve a bevásárlóközpontokba AdBlue adalékot vásárolni a hóna alatt három kannával, mert egyrészt úgyse teheti meg, másrészt teljesen felesleges. Biztos vagyok benne, hogy mindenki el lesz látva itt Magyarországon elegendő mennyiségű adalékanyaggal ahhoz, hogy zavartalanul tudja az autózását folytatni, illetve őszintén szóval azt gondolom, hogy úgysem engedi meg egyetlen kormány sem, hogy a közúti szállítást, illetve a tömegközlekedést veszélyeztesse egy ilyen hiány, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy átmeneti állapot most. Köszönjük, hogy a mai nap is velünk tartottatok, nézzétek meg a többi videónkat is, osszátok meg, lájkoljátok, iratkozzatok fel, ha tehetitek, sziasztok!